Kander és szabad a másik oldalon, Babic mehet. Kemény beadás, de jó labda, a gól! Elképesztő formában Pátkai a hatodik gólját szerzi a harmadik mérkőzésén itt az Etó Parkban. A kisember megint gólfejjel, és Babicnak is azért jár egy pár százalék ebből az ünneplésből, mert hú, hogy oda rúgta a labdát Pátkai fejére. Hát ez az, amiről beszéltünk, hogy a szélek. Annyira megszervezte középen a Kaposvár, hogy a forgatásnál Vargának elég volt egy befelé mozdulat, Babic ott maradt üresen, és ha jó beadást nézzük meg, Varga már középen, ott érkezik középen, alászalad a védő, ha jól látom, bank volt az, nagyon jó volt ez a beadás. A tavasz legeredményesebb futballistája ismét gólt szerez. Ez is egy döntő különbség közöttük. Völgyi. Egyből kanyarint a hosszúra. Ivaj, de nagy fejes! Varga! 2-0! Egészen messziről érkezik, és érkezik az első győri gólja is az ifjú középpályásnak. Két fejes gól, mind a kettő kihasználta, hogy le lehet fejelni a labdát a csúszós fűre. De hogy itt hogy elaludt a Kaposvár védelme, mert majd fogjuk látni az ismétlést, hogy egy komoly sprintet kellett Vargának kivágnia, hogy odaérjen erre a beadásra. Érzésem szerint nézzük meg a beadást. 3 méterrel van Jánvári mögött, ha jól látom. Varga beelőzi, és egyszerűen testtel lefejeli őt. Esélye nem volt Jánvárinak akkor már a... Hát, ez a tipikus elaludt a baloldali védő. Az első gólja tehát a Győrben Varga Rolandnak. Hát ez a határozottság, a gyorsaság, a frissesség. Hát nagyon örülök, hogy sikerült megszereznem az első gólomat az Etóba. Eléggé nagy kő esett le a szívemről, remélem, hogy ugyanúgy folytatjuk a második félidőt is, ahogy ezt az első félidőt befejeztük. Elég necces még a mérkőzést, ez a 2-0 olyan veszélyes, még nem érezni, hogy megvan a győzelem tutira. Igen, van benne igazság, de szerintem azért elég jó úton vagyunk ahhoz, hogy megszerezzük ezt a győzelmet, tehát így kell folytatnunk. Apura lövi. Stevanovicsnak kellett ütnie. Ez bizony kapuralövési kísérletnek minősíthető. Még ha nem is szokott formában, hanem direkt szögletből, de bizony Bőle labdája, versett volna a létszalá, de legalábbis kapufa lett volna, hogyha nem nyúl hozzá a kapus, úgyhogy muszáj volt biztosítani. Egy szépítő gól, komoly esélyt adhat a Kaposvárnak. Hoppá, itt az első lehetőség! Gól! Hát ilyen nincsen! A középkezdésből Bebétó betalál, megszakítva a mondatot, szerintem 9 másodperc telt el nagyjából, és Bebétó góljával fagyasztja a győrieket, és a komplett Etó Parkot a Kaposvár. Hát itt nagyon elaludtak, pedig érezhető volt, hogy előre indultak meg mindannyian, és már abban a pillanatban, hogy a kezdés volt, már ott a jobb oldalon megindulnak. Nézzük meg ott a jobb oldalon. Tehát a középkezdéstől nézzük most egész a szélére, a szögletzászba, és hát az oldazászló volt állt ki. Nézzük, 9 másodperc telik el, amikor Bevétó betalál. Igen, hát ezt megették. Azt kell, hogy mondjam, hogy megették, mert még mikor jöttek kifelé, néztem, hogy miért megy annyira, de akar ülni a kamerába a támadó játékos, és nem véletlen volt, hogy Bebétó egész kiment a vonal mellé, elaltatták. És közben Stevanovic is szerencsétlenül nyúlt a labdához. Úgyhogy ez az a pillanat, amikor villámgyorsan Nacsa Péter lehet, hogy elkezd majd melegíteni. Nagyon labdabiztos lett a Kaposvár, ez most már egyértelműen érződik, hogy Haruna beállítása oda középre, center pozícióba, sokkal több labdát lehet följátszani rá, kicsit bátrabban játszik Addó is, Horváth kimondottan labdabiztossá vált, és hát ugye, ott van, aki bejött Diálló, Mustafa Diálló, aki megint csak azt mondom, hogy technikailag meg tudja oldani azokat a problémákat, amiket itt az elején. Itt lehetőség, Trajkovic nem találja el! Teljesen tisztán jött pedig középen, és úgy tűnt innen, hogy ott volt a lábán a labda. Nézzük csak! Két védő között, oda kanyarodik, hát persze, hogy ott volt, később mozdult. Teljesen tiszta helyzet volt, igen, ez óriási gólszerzési lehetőség volt. Haruna le tudja venni, és ott megy Balázs. Meg megy Horváth is, utóbbi kapta a labdát. Behúzza középre. Völgyi. Bevétó szépen. Lövő helyzet, Stevanovic! A jobbik kezével nyúlt érte, egy pillanatnyi bizonytalanságot éreztem, hogy milyen megoldást választott.
Trajkovic. Zsók mellett veszi vissza. Völgyi, ez tiszta helyzet. Inkább az ívelés, szép labda, Dudás kapásból, Hajduk lábbal. Nagyszerű támadás végén. Újabb bravúr Lubas Hajduk részéről. Grumics tartja játékban a labdát. Gyorgyevics szerezte vissza, Babics. Kötény, de Jánvári még korrigál időben. Hát itt eldőlhetett volna a meccs. Nézzük Dudást, milyen üresen maradt a hosszú oldalon. Hát ez a létszámfölény. Ott maradt viszont Lubos Hajduk lába. Azt gondolom, ezen a vizes talajon ez egy tökéletes távolság, mert ha elnyesi a sorfal fölött, még van ideje leesni a labdának. Kellő erőt is tudnak beleadni. 88. perc, fölé megy.